Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szeretetekkel. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket innen a gazdagréti Szent Angyalok templomból, mindnyájatokat, akik az Apostol Televízió szolgálatával most ima közösségben velünk vagytok, és gazdagréti testvéreimmel együtt bekapcsolódtok a Szent Mise ünneplésébe. Jelenlévő testvéreimet is imádságos szeretettel köszöntöm, és ajánljuk föl a Szent Misét az adakozó szándékának megfelelően. Elhunyt Mária édesanyjáért, és elhunyt János édesapáért. Berzéki híveink kérték a Szent Misét és annak mise szándékát. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettel Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál és Barnabás Jeruzsálembe megy, hogy az apostolok döntését kérje a pogányságból megtért keresztények kötelezettségeiről. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiochiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket.
Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Föníciában és Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömet szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből megtért hívő, és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Maradjatok meg bennem, és én bennetek, aki én bennem marad, bőséges termést hoz. Alleluja, az Úr legyen veletek. És a veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban bizonyára fülünkben csengenek a hét vasárnapjáról azok az evangéliumi szavak, az az üzenet, ami most ismét elhangzott, hiszen a vasárnapi evangélium is ez a szentírási szakasz volt Szent János evangéliumából. A szőlőtő és szőlővessző hasonlat, az atya munkálkodása az ő szőlőskertjében,
a szőlő művesnek gondoskodása, mindezek már ismert üzenetek és gondolatok, de újra és újra elő kell vennünk, és át kell gondolnunk saját szempontunkból ennek a hasonlatnak a lényegét. Vagyis azt a kérdést kell feltennünk, hogy miként tudunk mi Jézusban élni. Miként tudunk mi belőle táplálkozni. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy ennek az üzenetnek van egy szoros és sajátos értelme is, amely nyilvánvalóan Jézus tanítványaira vonatkozik, a szűk tanítványi körre, akik hallották az Úr Jézus biztatását, és akikre Jézus rábízta az ő tanítását. Vagyis meg kellett őrizniük Jézus szavait, és ezt meg is tették, majd pedig életet kellett fakasztaniuk Jézus szavai nyomán a többi emberben, hiszen majd Jézus küldetésének végén ezek a tanítványok, majd pedig az ő utódaik is megkapják az ige hirdetésének feladatát, a missziós parancsot, hogy hirdessék az örömhírt. Nagyon fontos az a lelki felelősségünk, amely az üdvösségünkkel kapcsolatos, hogy terméshozó szőlőveszők vagyunk-e. Az Úr Jézus nélkül nem tudunk termést hozni. Ez is egy sajátos kifejezés. Ez nem azt jelenti, hogy az emberi világból azok az emberek, akik még soha nem hallottak az Úr Jézusról, ne tudnának jó cselekedeteket végezni, ne tudnának a jóban buzgolkodni, vagyis gyümölcsöt hozni. De sajátos értelemben ezt is meg kell magyaráznunk, mit jelent Jézus nélkül nem tudunk gyümölcsöt hozni. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek érdemszerzőek, nem lesznek az üdvösségre vezetőek Jézus nélkül a mi jó cselekedeteink. Vagyis visszatérünk arra a fő igazságra, hogy nincs senki másban üdvösségünk, csak Jézus Krisztusban. Tehát, hogyha az ő nevében, az ő kegyelméből élve éljük az életünket, valósítjuk meg hivatásunkat, végezzük a jó tetteinket, akkor ez üdvösségszerző cselekedet lehet. Nem mi szerezzük meg magunknak az üdvösséget, nem mi tudjuk kiérdemelni az örök életet, hanem ezt Jézus megszerezte, kiérdemelte, és ezért a mi emberi fáradozásaink ő általa lesznek érdemszerzőek. Most ennek fényében helyezve az újra felidézett evangéliumi üzenetet, a húsvét 5. hetének e fontos üzenetét, próbáljuk úgy átgondolni életünket, hogy vajon megvan-e bennünk az Úr Jézus iránti ragaszkodás, megvan-e bennünk annak tudata, hogy ő a mi üdvözítőnk, és csak ő általa üdvözülhetünk, és a mi jó tetteink, a mi szolgálatunk csak általa, csak ő vele, csak ő benne lehetnek érdemszerzőek. Amen. Most forduljunk kérő imánkkal, testvéreim, mennyei atyánkhoz, hogy kegyelme segítségével állandóan Jézusban éljünk, és szeretetben bőtermést hozzunk. Add, Urunk, hogy a törvény szellemét és ne külsőséges betű szerinti értelmét éljük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy Krisztushoz, mint igazi szőlőtőhöz kapcsolódjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy Krisztus kapcsolatunk bőséges termést hozzon.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy Krisztus tanítása mindig bennünk maradjon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy vágyaink és kéréseink az örök életre irányuljanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, fiadban életet adtál nekünk. Kérünk, amint lelkünk ártatlanságát így helyreállítottad, engedd, hogy kegyelmeddel maradandó és bőséges gyümölcsöt hozzunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A 87-es ének 3. és 4. versszakával folytatjuk a Szent Misét. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr közepről ezt áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész a szerzett házára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a szívünket. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Mária édesanyáról és János édesapáról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjél, hanem csak egy szóval és megjövőd az életem. Kedves testvéreim, a szent áldozás közben a 116-os hozsanna éneket énekeljük.
Kedves testvéreim, most otthonaitokban, lelki áldozásban részesülhettek a következő közösségi ima elimádkozásával. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a mai szentmisét a Húsvéti Mária antifónával, a Hozsanna énekeskönyv 205-ös énekével zárjuk, majd a rózsafüzér imához kapcsolódó Lorettói litániát a 199-es ének dallamával és szövegével fogjuk elvégezni. A Jóisten megadja a lehetőséget, hogy Krisztus által jó tetteink, szolgálatunk érdemszerzőek és eredményesek legyenek, ha Krisztusban élünk, és az ő nevében és az ő erejével tesszük a jót, akkor bő gyümölcsöt hozhatunk. Ehhez a bő terméshez kérem most a Jóisten áldását rátok, a jelenlévő testvéreimre itt gazdag réten, és mindnyájatokra otthonaitokban, akik az Apostol Televízió, majd a Hegyvidék Televízió adásában is most velünk vagytok és velünk lesztek. Fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istenem, legyen rálam. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátánból az kísértései ellen légy oldaltalanul. Esedezve kérjé, parancsoljon neki az Isten. Te pedig menj és seregek vezérője, a sátánt és a többi gonosz ellen, akik a lelkek vezérője körül járnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk.